1823. január 22-én tisztázta le a himnusz kéziratát Kölcsey Ferenc, ennek emlékére ünnepeljük már több mint 30 éve a Magyar Kultúra Napját. Tavaly decemberben a 200. évforduló tiszteletére az országgyűlés hivatalosan is emléknappá nyilvánította január 22-ét, amikor országszerte számos rendezvényt szerveznek, hogy bemutassák a magyar kultúra gazdagságát, sokféleségét, hagyományait. Városunkban ebben az esztendőben rendhagyó módon a Közösség és Kulturális Központ színes programpalettával várta a kultúra barátait. Egy mozaikot állítottunk össze. Mi, akik a művészeti házakban dolgozunk, a kollégáimmal tulajdonképpen közvetítők vagyunk. Közvetítők a közönség és a művészeti együttesek között is. Hát Fehérváron nagyon sok profi és profi amatőr csoport is működik, és hát ezért gondoltuk, hogy nyilván a Balettszínház, a szimfonikus zenekar, a magyar filmek, és ugye távolban a Barátságmozés is itt is olyan filmeket mutasson be, mely a magyar kultúrához kapcsolódik, és természetesen a kiállításunkon, ahol a Vörös Marti Színház is megmutatkozik, pontosan ezt a mozaik missziót szolgálja. A Közösség és Kulturális Központ munkatársai nagyon sokat tettek azért, hogy méltó módon köszöntsék a himnusz születésnapját. Házon belüli kultúrsétára invitálták a vendégeket, színházi előadás, szimfonikus kamaramuzsika és a régi módi történet jelmezeiből összeállított kiállítás is színesítette az ünnepet. Egy egészen különleges családregényről van szó, ami évtizedeket ölel fel, tehát több generáción át ívelő családregény, ami gyakorlatilag viselettörténeti látványosságokat is felvonultat, és végig követhetjük, hogy adott esetben, és ezek itt a jelmezekhez kapcsolódnak elsősorban, hogy hogyan is változik meg a viselet mondjuk az 1800-as évek második felében egészen a század fordulóig. Egymás húsába beleték. Egerházi Attila, a Balettszínház igazgatója, koreográfusként is bizonyította kivételes empátiáját. Egy olyan ajándékkal köszöntötte nemzeti imánk születésnapját, amelyben a kortárs táncművészetet ötvözte a zseniális másság csodáját nyújtó Ady Endre költészetével és a színész király Latinovits Zoltán borzongató előadásával. Nagyon fontos az utóbbi munkáim során az, hogy az irodalmi szövegekre készítsek műveket, koreográfiákat, tehát hogy találkozzon az irodalom a szöveg, a tánccal, a testbeszéddel, a beszélt szöveg a testbeszéddel karöltve, összefonódva, mint a szerelmesek együtt hozzanak létre alkotásokat. Ez egyébként egy tanulmánymunkának is felfogható, és talán nem árulok el titkot, de lehet, hogy titkot árulok el, hogy terveim között szerepel Ady Endre költészetét megörökíteni, táncba formálni. A rendezvény zárásaként Szabó Balázs bandája lépett fel, a magyar népzenéből táplálkozó, a sanzon világából pop-rock, funky elemekkel és kamarazenei ízesítéssel megszólaló muzsikájukat versekbe szőtt dalokkal kiegészítve hallgathatta meg a szép számú közönség.